Már évek óta léteznek olyan futósorozatok, amelyeken évszakonként egy-egy meghatározott táv teljesítése a cél. A virtuális Hello sorozatban viszont évszakonként nem csak a maratontól a 3 kilométerig 6 futótáv, hanem 200 kilométertől 15 kilométerig 5 kerékpáros és 50 kilométertől 5 kilométerig 4 gyalogos túratáv is választható. Minden teljesítés után az évszaknak megfelelő különleges és egyedi érem jár, amelyek mágnessel kapcsolódnak. Már közel másfél ezeren a Hello tavasz érem mellé a Hello nyár érmét is begyűjtötték. A teljes kollekcióhoz a Hello ősz medált szeptemberben, a Hello tél érmét pedig novemberben lehet majd megszerezni. Én igazából ezért kezdtem ebbe a virtuális sorozatba futni, mert a kollégáimmal szerettünk már egy közösségbe futni, de nem tudtunk a pandémia alatt. Úgyhogy végig a BSI által meghirdetett versenyeken mindenki saját maga teljesítette a penzumát, feltöltöttük, és így most már a harmadikak vagyunk a futacég versenyben, és megyünk előre, de azért alig várjuk, hogy már együtt fizikálisan fussunk. A Hello sorozat az valamiért különösen megtetszett neked? Ez a Hello tavasz már megvan, és most a Hello nyár most következik. A Hello nyár, mindenki nyomja, látom a kollégáimon folyamatosan töltik fel. A vonzó az, hogy a járvány ellenére is tudunk futni céges szinten, és nagyon tetszett, hogy ilyen jól teljesít a csapatunk. Ugye mi közel 200-an futunk a cégben, és mivel folyamatosan promotáljuk házon belül, pont a pandémia alatt a virtuális futamunk hatására egyre többen csatlakoztak hozzánk, és várják az érmeket. Egyébként neked mi a motiváló benne? Pont az érem? Egyrészt az érem, másrészt az, hogy hozzájárulhatok a közös sikerekhez. Harmadszor az, hogy végig a pandémia alatt rávett arra, hogy rendszeresebben fussak. A Hello tavasz, meg ez az egész Hello sorozat az nekem úgy jött, hogy én szerettem volna tavasszal futni egy maratont. Még a Balaton szupermaraton mellé is, ez volt a terv. És én úgy éreztem, hogy azzal, hogyha részt veszek virtuális eseményeken, azzal egy nagyon jó érzést tudok adni, nem csak magamnak, hanem másoknak is, mert úgy érzem, hogy egy közösséghez hozzátartozom, és ha ez van, akkor ebből kell építkezni. Én alapvetően futok, úgyhogy én azokat szemezgettem, viszont a futáshoz hozzátartozik nálam egy kis keresztedzés is, úgyhogy kerékpározást is szívesen előre veszem olykor, úgyhogy abból is választottam. Én arra gondoltam, hogy a maraton mellé a nyári sorozatban most egy picit rövidebbet fogok futni, 30 kilométert, mert meleg van, de tartom magam az edzéshez, úgyhogy ez nagyon köpecőbe illeszkedik abba, amit én így elképzeltem magamnak erre az évre futásokból. És egyébként a BSI-nek korábban is voltak ilyen sorozatai, amiből valahogy mindig kicsúsztam, a félmaratonmánia és ezek, amik korábban is voltak. Most úgy gondoltam, hogy megcsinálom ezt, úgyhogy nagy valószínűséggel valamit fogok választani őszre is és télre is. Először én futottam nagyon sokat és viszonylag aktívan, és aztán ugye a terhességek alatt teljesen abba hagytam, aztán utána megint újra kezdtem, és aztán hát most már határozottan állíthatom, hogy most viszont ez felborult, mert a dorka sokkal aktívabban, gyorsabban és hosszabbakat fut, mint én. Én ezt a minden évszakban 10 kilométert merem most bevállalni, viszont közben a dorka elképesztő módon lehagyott. Borzasztó büszke vagyok, hogy most viszont amellett, hogy én csak kacsingatok, hogy újra félmaratonokat fogok futni, amellett a gyerekem lefutott engem, és ez valahol nagyon jó érzés. És hát ő pedig ezt a minden évszakban félmaraton. Amikor anya így futott, akkor az is így motivációt adott meg. Valahogy nekem ez a futás, ez mindig ilyen jó dolog volt, és nem úgy, mint ilyen edzéseken. Egy csomó barátom például így mondja, hogy jaj, megint futni kell, én meg tökre szeretek, szóval ez ilyen fura dolog, de én nagyon jól érzem magam benne, és ilyen felszabadult érzés, amikor lefutok például egy távot, amit kitűztem magam elé, szóval én ezt nagyon szeretem így. Általában együtt indulunk el, és ez nagyon gyorsan elhúz a dorka mellettem, vagy előlem. Én a természetben szeretek nagyon futni, a dorka meg így a városban. Csomószor szoktam érzékelni, hogy magamat rávenni arra, hogy fussak, ez nehezebb, mint futni. Nekem a természet adja a nagy erőt, meg akkor olyan nekem a futás, mint egy kirándulás. A dorkának meg úgy látszik a városi környezet.